A magánbefektetők által épített szegedi zöldség és gyümölcs nagybani piac megnyitása 2016 nyara után egyre több eladó és vásárló ment át a régi árusítóhelyről az újra, így a dorozsmai nagybanin havonta csökkent a forgalom. A város közgyűlése tavaly decemberben döntötte el, hogy a veszteségesen működő, részben önkormányzati tulajdonú piacot be kell zárni, mert a ráfizetés tetemes. A tavalyi évben mindegy 140 millió forint veszteség keletkezett, a költségek még fennálltak, a bevételek viszont jelentősen elmaradtak, ezért mindenképpen, mint többségi tulajdonosnak, a városnak lépnie kellett. Január végén bezárattuk a piacot, februárban közgyűlés elé terjesztettük azt az előterjesztést, amely arról szól, hogy értékesítjük a piacban meglévő 56%-os üzletrészünket. Az egyik résztulajdonosnak van a területen egy építménye, amire földhasználati joggal rendelkezik, ez értékcsökkentő hatású. A három kisebb arányú tulajdonosnak elővásárlási joga van, azt még nem lehet tudni, hogy kívánnak-e élni a lehetőséggel. Ez az 56%-os üzletrész névértéke 410 millió forint, forgalmi értékbecslést készítettünk a társaság vagyonáról, és ennek megfelelően 530 millió forint értéken kívánjuk ezt az üzletrészt értékesíteni. Erre nyilvános pályázatot hirdettünk meg, tárgyalásos eljárással, tehát ha több pályázó van, akkor licitálás történik az üzletrész értékére. A pályázatot április 28-án írták ki, a határidő 30 nap, így május 28-ig lehet jelentkezni, ezt követi az elbírálás. A majdani vásárlónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy továbbra is mezőgazdasághoz kapcsolódó tevékenységet folytat, és havonta megtartja a kirakodó vásárokat is. Mint Szentgyörgyi Pál elmondta, már többen is érdeklődtek a dorozsmai nagybani piac iránt.